Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 11-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Erre most kivetem én a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, ő keres egy új utat, egy új irányt. Látni akar valamit. Viszont amit nem lát, az a kígyó a háttérben, és a szimbolizál egy nőt. És ez a nő figyeli őt. Tudni akarja, hogy mit tervez, milyen irányba mozognak az események, kivel tart kapcsolatot, kivel találkozik, mindent tudni akar a háttérből. A hetes szám a hold energiáját szimbolizálja, itt vannak nála remények, vágyak és álmok is. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. A választ megadja rá ez a kártya. Ő most beteg, vagy betegíti őt ez a helyzet. Valószínű, érzi, hogy ez a nő a háttérben kíváncsiskodik. A tízes szám viszont arra utal, hogy ő ezt lezárja, és itt lesz egy új kezdet. Mit közöl veletek? Ő esküdni fog arra, hogy kellemesen alakulnak a dolgok. Egy új irány, egy új kezdet. A napi kártya mutat itt egy meghívást. Erre számíthattok. Vagy vár arra, hogy ti hívjátok őt meg. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!